A folyamatosan bővülő IBM 75 éve van jelen Magyarországon. A pályázatnak köszönhetően ezúttal új munkahelyek jöttek létre. A vállalat garantálja, hogy legalább 5 évig foglalkoztatja a beruházásnak köszönhetően munkához jutókat. Itt a Fehérvári Szolgáltatóközpont egy stratégiai szolgáltatóközpontja az IBM-nek, és azt a stratégiai központ, azt akkor mondja ki az IBM, hogyha hosszabb távra tervez. És azért is fontos ez, mert az itteni dolgozókba nagyon sok energiát és munkát és pénzt kell befektetni az oktatásukba, hogy el tudják látni ezeket a nagyon magas szintű, állandóan változó informatikai munkákat. A cég magyarországi vezérigazgatója úgy véli, az, hogy megvalósulhatott ez a fejlesztés, azt mutatja, a Fehérvári Központ immár 15 éve sikeresen működik. Veres Zsolt hozzátette, már a világban a legtöbb cég az elmúlt években inkább csökkenti foglalkoztatottjainak létszámát, ők stabil hátterüknek köszönhetően bővülhetnek. Talán az is hozzájárul ehhez a tendenciához, hogy egy olyan iparágról beszélünk, ami véleményem szerint a gazdaság számos területén egy húzóerő, az informatika. Ha belegondolunk, hogy ma sem a bankok, sem a gyártócégek, sem a szolgáltató cégek informatikai háttérinfrastruktúra nélkül nem működnek, és azt gondolom, hogy az informatika az elmúlt pár évben vagy pár évtizedben inkább egy tényleges üzleti tényezővé, egy üzleti előnyé vált, és nem csak egy alapinfrastruktúra részét képezi. Székesfehérvár alpolgármestere üdvözli a projekt sikerességét, mint mondja, a város érdekeit szolgálja a fejlesztés. Külön örülünk neki, hogy a szolgáltatás területén történt most egy olyan beruházás, amelynek folyamányaként 250 mérnök munkáit sikerült itt az IBM-nek megteremteni, hiszen a szolgáltatás egy olyan területe a vállalkozásoknak, amely Székesfehérvár szeretne minél inkább nyitni. A program 2 milliárd forintból valósult meg, ebből mintegy 509 millió forintot az új Széchenyi terv uniós visszanemtérítendő forrása biztosított.